Mór 24, vagyis Jókai Mór utca 24. Aki ide belép, az Almás Edit és Albrecht Tamás birodalmába érkezik. A balatoni születésű két világutazó jókora utat bejárva tért haza, de úgy tűnik a világ számos pontján szerzett tapasztalatuk gyümölcse beérik. A Balatonfüred Turisztikai Egyesület elnökségének szavazatai alapján ugyanis 2020-ban a Mór 24 étterem és naturbor bár lett az év startup vállalkozása. A szüleimnek mindig is volt kocsmái, vendéglátóhelyei, és hát igazából az út az adott volt szerintem. Ott kint is vendéglátásban dolgoztunk, és itthon is ezt vittük tovább. Először Írországba mentem, odaúztam szakácsként, ott tanultam meg az angol nyelvet is. Utána elmentem Ázsiába hátizsákozni, illetve önkéntesnek, ahol többször elvégeztem helyi főzőtanfolyamokat. Utána Londonba mentem, kb. 4 évet, ott az Edittel voltam már. Ott dolgoztam egy-két nevesebb étteremben. Utána lekötöztünk Walesbe, Cardiffbe 1 évre, utána elmentünk ketten, akkor már vissza Ázsiába hátizsákozni, és ott is más országokban akkor, mint amikor először voltam. Ott is sokszor, ott is a gasztronómia volt a fő téma. Utána visszaköltöztünk Angliába, és az további 7 évre végig szakács voltam. Többször dolgoztam Michelin csillagos szakácsokkal, illetve top éttermekben. Michelin csillagos helyen nem dolgoztam, annyira ez engem nem is vonzott, inkább csak a tudás. Ezért kerestem olyan szakácsokat, akiktől tudok tanulni. Amit az utazásaim során és a kinti tartózkodásunk során ez magunkra vettük ezt a stílust, ezt szeretnénk átadni. Minőségi lazaság. Igazából így szoktuk megfogalmazni szerintem azt, hogy érzi magát, hogy mi az, amit a Mór 24 tud adni. Nem is tapaszként indultunk. Small plate-nek hívják azt, amit mi adunk, de ez a Magyarországon ez még eléggé ismeretlen, és nem jött át az embereknek, ezért átneveztük tapaszra. A kettő nagyon hasonlít egymáshoz, mindegyik arról szól, hogy több dolgot meg tudsz egyszerre kóstolni. Többet kell mennünk mindenképpen az alapanyag után, szóval nincs az, hogy egy helyről berendelünk mindent, vagy kettőről, nem, hanem be a kocsiba, és akkor kemény kilométerek vannak a kocsival, mert menni kell utána. Nem szeretek ugyanazt tenni, ugyanazt csinálni sokáig. Szeretem a változatosságot, ezért recepteket is sokszor cserélek, illetve variálok, próbálok a tökéletességre, a jobbra hajtani. Így visszanézve nagy merészség volt belevágni? Abszolút, igen, igen. De nem bántuk meg, mert jó érzés. Naturbor kb. 20 éve már elkezdődött divatba jönni a nyugaton, és Magyarországon is egyre nagyobb a tábora. Budapesten van egy-két hely, akik ezzel foglalkoznak, de egyre többen. Vidéken nagyon keveset lehet találni. Van rá kereslet, azért jönnek, és tényleg is meglepődnek, hogy mik vannak, olyanokkal találkoznak, amikkel máshol nem van, amelyik borászatot éppen nem is ismerik, és ez így jó, hogy így, ezeket így bemutathatjuk, hogy igenis vannak rendkívül jó borászok, naturbor készítő borászok Magyarországon, és vagy a környéken, akár vannak francia tételeink is. És ez egy jó érzés ezt így átadni, mert szeretnénk növelni a naturbor rajongóknak a táborát. Előtte egy-két héttel hallottam a rádióban, hogy Balatonfüreden fogják megválasztani, vannak ezek a díjak, és hát igen, nagyon meglepődtünk, hogy mi is kaptunk egy díjat, úgyhogy köszönjük szépen!